A védekezésünkre mondjuk sokat dolgoztunk, tehát meg hát kellett azt, hogy Zsuzsi visszaszálljon ehhez, hogy mi tudjunk védekezni. Nyilván sokkal nagyobb ambíciókkal álltunk neki ennek a mérkőzésnek, mint egy Kiskunhalasnak, vagy esetben egy Veszprémnek, ami nem jó, de abban a szempontból jó, hogy itt azért jól teljesítettünk. Tehát mindenképpen előre kell majd lépnünk támadójátékba, ezzel a nagyon kellemetlen védekezésen. Itt többen ezt nyitott védekezésnek apostrofálták, ez nem, ez egy fölnyitott kettesekkel történő védekezés, de ez egy zárt védekezés volt. Ebben mindenképpen meg kell találni egy kicsivel jobban a játékainkat, főleg itt az első félben nagyon rosszul adottuk meg, valamint a lerohanásban muzsikáltunk nagyon rosszul, tehát az a másik fő feladat, de nyilván a védekezést ezt ezen a szinten meg kell tartanunk. A meccsnek nagyon örülök, hogy föl tudtunk állni az első 10 percben, egyszerűen nem tudom, egy olyan leblokkoltunk, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit megijedtünk a légkört az oroszoktól. Úgyhogy nagyon rossz első fél, de után örülök, hogy vissza tudtuk hozni a meccset, és ez a egy gól, azt hiszem, ez minket igazol, hogy itthon azért mindenképpen esélyesebbek vagyunk, de mindenképp nagyon meg kell értekezni. Ez nagyon jó, mi csak egy labda kikaptunk, de nagyon nehéz meccs volt, mint első fél idő nem minden sikerült, de másik fél idő szerintem nagyon jó volt játék, és gondolom, mikor otthon játszunk ugyanezt, mint a másik fél idő ott, akkor sima meccs lesz. Elég gyáván kezdtük el ezt a mérkőzést, tehát egy kicsit olyan hitetlenül, borzasztó agresszívan kezdtek az oroszok, és hát egy kicsit megrémültünk. Aztán, ahogy megtaláltuk a játékot ellene, meg főleg, ahogy a lövő teljesítményünk följavult a másik fél időre, abban a pillanatban rájuk tudtunk érkezni, és aztán egy kis szerencsé, akár nyerhettünk volna is, de nem vagyok elégedetlen, mert 7 gólnál nagyon sokat adtam volna ezért a mínusz egyért. Rostovban volt a hideg, csárnak is volt a 15 fok, 17 ilyen között. Hogy én tudom, Oroszország nem annyira így szurkolt, mint itt Magyarország, és de szerintem jó hangot volt a szurkolt, szerintem minden rendben volt. A térdemnek nagyon örülök, hogy végigbírta a nagyjából. Voltak fájdalmaim, de hála Istennek nem olyan nagyon veszélyes, vagy nagyon nagyok, hogy le kellett volna mennem. Azért nem voltam 100%-os, tehát nem mertem bevállalni azokat az 1-2 között lévő bevágódásokat, azonos lábról lövéseket. Azért féltem, hogy még nem annyira stabil. Nagyon remélem, hogy a héten ez gyógytornával, kicsi fizikoterápiával még tudunk rajta segíteni, és akkor már tényleg mindent, amit tudok, be tudok vállalni.